De még egy hátra is néztek, hogy van-e velük valami felnőtt. Meg hogy rendszámtábla? Itt van az ablakban, leesett, úgy haver utánunk hoztam el, látta. Hát ezt így nem lehet. Ez, azt mondja, ez olyan, mintha elhagyta volna az egyik kerekét. Akkor nem azt mondja, ha elhagyja az egyik kerekét, tovább megy. De ez, hogy ez nem, kicseréljük. Azt mondja, na ez pont ugyanolyan. De három kerékkel nem lehet közlekedni az autóval, hogy rendszámtáblás. Ki van téve? Az ott nem jó, nem látni. Tényleg lehet látni, hogy ilyen a dozsnak a kérdés, semmit nem lehet belőle. Mondta, hogy jó, akkor helyszíni bírság vagy feljelentés. Mondtuk, hogy akkor jó, akkor helyszíni. Elkezdtek fotózkatni. Ott nem, voltak... az még nem, az a feljelentési rész volt már. Ja, mondtuk, hogy akkor helyszíni. Hátra mennek megírni a papírokat, Bence rögtön telefonon elkezdett basztatni, hogy felhívta az apát és felhívtat, hogy lehet-e. Kérje feljelentést. Jó. Hozzá a csáv, hogy akkor írjuk alá az csekket. Hát, inkább feljelentés lenne. Csávók azok úgy felbaszták, 15 percig írták a buzi papírokat, minden, de akkor mégis feljelentést kérnék. Elkezdték fotózgatni. Csinálja a képet, átküldjük. Ott van a kezedben a nagy gép. Szerintem nem is nagyon hallották meg, vagy nem akarták meghallani. Ja, és akkor éreztük, hogy jó, de mondjuk megint maradnak itt, majd jövünk visszafele is. Akkor visszafele is megbüntetjük önöket. Ja. Meg mondtam, Bence, hagyd már a picsa, 20 ezer forint bírságot akartak adni, fizess ki, elmész bazd meg bíróságra, mondom, nagy Isten, kell egy ügyvéd, ott is kiszabják ugyanezt, mondom, és megoldottam, megoldottam. Ha még nem is kell kifizetnem tényleg, mondom, az még annyi macerál, mint nem, inkább fizessük ki a 20-as, nem leszarom. De hülye nem az, bazd meg, az elment a tárgyalásra. Hát, százszombattal olyan. Voltam, hogy... Semmi, mutatta, kinyomtatta a képet nekem, azt mondja, Kovács úr, ez mi? Igen? Mondom, leesett a rendszám. És akkor, na de hogy volt ez pontosan? És akkor elmagyaráztam neki. Hogy is lehetett? Jó, akkor most ezt rögzítettük. Köszönöm, hogy befáradt. Viszontlátásra. Mondom, viszlát. És akkor még erre kérdeztem, hogy de, mert amúgy nem mondott semmi konkrétat, hogy akkor, de és akkor most vizu. Majd küldünk postán értesítést, hogy hogy döntöttünk. Aztán, mi az figyelmeztetésre engedtük, azt csak.